Családi egészségnapra várták az érdeklődőket ma a kertvárosi Bújai János általános iskolában. A rendezvényen, melyet Magyar Nékocsis Andrea, a körzet önkormányzati képviselője nyitott meg, több területre is fókuszáltak. Tudtuk meg Marton Ildikó szervezőtől. Az első rész az mindenképpen az előadások, az egészséges életmódra vonatkozóan és az ingyenes orvosi mérések, illetve azok a vizsgálatok, amelyek a természetes gyógymódokra hívják fel a figyelmet. A második rész az a mozgásra helyezi a hangsúlyt, a tudatos mozgás, a mindennapokban beépített mozgáskultúrára, a jogával, illetve különböző tornagyakorlattal, irányított edzésprogramokkal szeretnénk, hogy a gyermekek részt vegyenek a mai nap folyamán. A helyi vállalkozók kivonultak az iskola területére, és bioélelmiszerekkel, biotermékekkel, illetve táplálékkiegészítőkkel járulnak ahhoz hozzá, hogy a gyermekek megismerjék azokat a plusz dolgokat, amelyek szükségesek az egészséges életmódhoz. A különféle egészségügyi mérések mellett egészséges kávékat és teákat is megismerhettek a programon résztvevők, valamint azt is megtudhatták, miért tartják napjainkban egyre fontosabbnak a táplálékkiegészítőket. Az egészséges életmódhoz azzal tud hozzájárulni, hogy a mai világban már a táplálékunk nem tartalmazza azokat a vitaminokat, ásványanyagokat, amikre szüksége van a szervezetünknek. Nyilván, ha nem visszük be a szervezetünkbe, valamilyen forrásból pótolni kell. Arra törekszik mindenki természetesen, hogy egészségesen táplálkozzon, megfelelő mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget és egyéb olyan anyagokat vigyen a szervezetébe, ami sejtszinten építi a szervezetét. Ez megoldhatatlan, hiszen Gödöllői Agrártudományi Egyetemen felméréseket végeznek, és sajnos már a vastartalma a burgonyának 40 év alatt 5%-ra csökkent. Tehát nagyon sokat kellene megenni abból a bizonyos zöldségből, gyümölcsből. Ezt pótolni kell. Azért kell pótolni, mert hogyha az ember szervezete küszködik. Tehát ezzel, hogy mi pótoljuk azokat az anyagokat, amik hiányoznak a táplálékunkból, az öngyógyító mechanizmusunkat 50%-kal megtámogatjuk. Nem arra fordítja az energiát a szervezet, hogy szenvedjen, hogy különböző dolgokat ugye a szervezetnek helyre rakjon, hanem nagyon szépen tud dolgozni, mert megfelelő mennyiség, megfelelő vitamin, megfelelő ásványanyaggal el van látva a szervezetünk. A Bújai Iskola Családi Egészségnapján a Magyar Vöröskereszt elsősegélybemutatóit, valamint karate bemutatót is megtekinthettek az érdeklődők.